Egy csatorna, ahol bepillantást nyerhetsz az esküvők világába, a szervezéstől a levezénylésig. Az egyik legkedveltebb és legtapasztaltabb régi motorossal, akarom mondani esküvőszervező, ceremóniamester, szertartásvezetővel, Herendi Gáborral. Egy csatorna, ahol mindent megtudhatsz az esküvőkről, ötleteket meríthetsz és interjúkat hallgathatsz tapasztalt esküvői szolgáltatókkal, valamint bemutatjuk nektek a legújabb magyarországi esküvői helyszíneket is. Nézzetek bennünket a legjobb és legfrissebb esküvős tartalmakért. Mi veletek vagyunk, Esküvő TV Herendi Gáborral. Az Esküvő TV produkciós partnere a MOBFEST Event. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek titeket az Esküvő TV Herendi Gáborral, internetes tévéműsorunk újabb adásával, innen az Industrial Events rendezvény helyszínről. A mai adásunk produkciós partnere a MOBFEST Event, jó magam pedig Herendi Gábor esküvő rendező vagyok, ugyanis én nem filmeket, hanem esküvőket rendezek. Ahogy a rövid kis animációs filmekből láthattátok, ez a műsor nektek készül, nektek kedves édes párok. Hozzuk nektek a legfrissebb esküvői tartalmakat, kiváló szakértő kollégákkal láthattok interjúkat, illetve megmutatjuk nektek a legújabb magyarországi esküvői helyszíneket is. Egy kép többet mond, ezer szónál tartja a mondás, de képek hiányában ma csak szavak jutnak, ugyanis esküvői fotós kollégákat hívtam el nektek. Ma este első vendégem nem más, mint Bende Tamás, esküvői fotográfus. Szia Tamás! Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Azt olvastam a weboldaladon, hogy a legnagyobb dicséret, ha azt hallom, nem is emlékszem ezt a fotót, mikor készítetted. Számodra miért ez a legnagyobb dicséret, Tamás? Számomra azért ez a legnagyobb dicséret, mert az én egyéniségemhez és az én munkastílusomhoz az illik legjobban, hogy én a háttérből szeretek dolgozni. Én nem szeretem irányítani, hogy mit hova rakjunk egy készülődésnél, én nem szeretek hangosan kiabálni, hogy ki ide menjen, oda menjen, ahova menjen, hanem én dokumentálom az eseményeket, és én éppen ezért azt szeretem, hogyha a háttérből fotózhatok. Természetesen vannak azok a párok, akik igénylik azt, hogy időnként hozzászólja. Természetesen vannak azok a helyzetek, ahol muszáj közbelépni, ahol muszáj a háttérből kivenni valamit egy készülődésnél, mert különben rettenetesen néz ki. Vagy egy szabadtéri szertartásnál, ahol olyan irányból süt a nap, ahol tudom, hogy nem lesz jó, és az asztalon fordítok egy negyedet. Ilyeneket megcsinálok, de alapvetően az én munkastílusom, az én egyéniségem az az, hogy a háttérből dolgozom. De nem mindig mindenkinek a hátát fotózod, ez nem azt jelenti. Próbáltam vicces lenni. Köszönöm szépen. Mai második vendégem Szalai Mona, a Fotósok D. Mona. Szia Mona, köszönöm szépen, hogy te is elfogadtad a meghívásomat. Hát tőled azt szeretném megkérdezni, hogy mióta foglalkozol fotózással? Nagyon régóta. Ilyen intenzitással, mint hogy most csinálom, már 14. éve, 14 szezon van a hátam mögött. Ha leszámítjuk egy kicsit a Covidot, akkor csak 13. De én az analóg világban kezdtem még a fotózást, akkor azt mondták rólam, hogy kár lenne abba hagynom, úgyhogy aztán úgy alakult az életem, hogy egy véletlen során belecsöppentem az esküvő fotózásba. Szerencsére sokan szeretik. Jól bele is ragadtál, hál' Isten. Köszönjük, hogy itt vagy. És a mai harmadik vendégem nem más, mint Magyar Szabolcs, a Dupla Expo Wedding Photography képviseletében. Szia Szabolcs, neked is köszönöm, hogy itt vagy velünk. Honnan jött a Dupla Expo ötlete? Gyakorlatilag 5 év esküvői fotózás után fogalmazódott meg bennem az az ötlet, hogy ezt egy picit magasabb szintre szeretném emelni. És akkor már ismertem barátomat, illetve jelenlegi kollégámat, Rudar Szilárdot, és vele együtt alapítottuk a Dupla Expo-t, és ezóta is így tevékenykedünk. Na, szuper. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Tök jó, hogy rátok nézni. Amúgy milyen érzés a kamera ezen oldalán lenni? Ez csak egy gyors kérdés tényleg ebben a pillanatban. Szeretitek? Szorongunk. Szorongtok? Jobbot? Jobb a máskor. Na, hát örülök, hogy ide tudtalak csalogatni titeket. Az első kérdésem, hogy esküvői fotós, ezt sok fotós weboldalon látom, hogy kihangsúlyozzák. Miben különbözik egy esküvői fotós, mondjuk egy divat, egy természet, vagy éppen egy sajtófotóstól? Bárki kezdheti. Szabolcs, kezd most te. Igazából szerintem picit minden fotós ágból van az esküvői fotózásban, egy picit talán mondhatjuk, van benne egy picit sportfotó, picit portré és a többi. De inkább talán az a nehéz benne, hogy specializálódtunk, tehát maga az esküvőkre. És az a nehéz benne, hogy itt a személyiséget is nagyon bele kell tenni, nem csak a szakmai tudást. Tehát lehet, hogy mondjuk egy sportfotósnál nem annyira számít, hogy
mennyire jó fej, mennyire kommunikál jól, illetve ezeknek az egyvelege, de az esküvőfotónál nagyon fontos a személyiség, de szerintem ezt is alátámasztjátok. Uh-huh. Egyet értek, kiegészíteni még a divatfotózás, a sportfotózás, kicsit talán te, vagy ezt mondtad, a természetfotózás? Hát, nem, azt még én mondtam, de néha ugye a fák között vagyunk, és ott fotózásunk van. Szerintem még az is hozzátartozik, hogy sokkal nagyobb felelősség van a hátunkon, ugyanis ez egy olyan esemény, amit ugye nem lehet újra megcsinálni. Uh-huh. Úgyhogy szerintem sokkal nagyobb a felelősség a hátunkon. Uh-huh. Tamás? Én két más különbséget emelnék ki akkor, amit mert a többit már ők elmondták. Az egyik az alázat. Az önmegvalósításnak itt sokkal kisebb helye van, mint bármelyik másik területen, mint amit itt említettünk. Tehát itt azért vagyunk ott, hogy egy párnak a legfontosabb napját lefotózzuk, és nem azért, hogy mi önmegvalósítsuk magunkat. Ha belefér, és ha van rá időtér és lehetőség, akkor nyilván. Ha nem, akkor pedig nekünk az a szigorú dolgunk, hogy azon a napon, abból a párból a legtöbbet kihozzuk a saját legjobb tudásuk szerint. Ez az egyik legfontosabb, a másikat meg elfelejtettem. Majd eszedbe, majd visszatérünk. Mondhatsz, bár ez egy... A kreativitás is szerintem elég fontos, ugyanis elég extrém körülmények között kell néha dolgoznunk. Vannak nagyon sok helyzetben, van váratlan helyzet, amit meg kell oldanunk. Aha. Ez lett volna egyébként a másik, amit akartam mondani. Nem a váratlan helyzet, hanem az, hogy nekünk mindig az adott körülményekhez igazodva kell dolgoznunk. Ha ott sötét van, akkor ahhoz igazodva. Ha nagyon világos van, akkor ahhoz. Ha esik az eső, akkor ahhoz. Mert az esemény ott történik, abban a pillanatban. Csak ott kell legtöbbet kihozni. Igen, nem választhatunk másik napot, és ez igényel egy hatalmas rugalmasságot és óriási tapasztalatot. Kreativitást, és akkor hát innen jöhet a tapasztalat, tehát a több éves, ahogy már kerültetek sokszor ilyen helyzetbe, tehát valószínűleg nem jöttök zavarba. Mona, itt ülsz két úriember között, nekem valahogy úgy tűnik, én is 10 éve az esküvő szakmában leledzem, hogy ez inkább azért egy férfiasabb szakma. Első kérdésem, hogy érzed magad a sok férfi fotós között, ugye általában. Mert én a másik kérdés már mindhármatokhoz szól. Ezek a párok, akik nézik ezt a műsort, első esküvőre készülnek jobb esetben. Férfi fotóst választanak, vagy nőit, vagy egy férfi-női fotós párost, vagy két férfit, vagy két nőit. Erről beszélgessünk most egy picit, milyen üzenetekkel tudjátok őket ellátni. Mona, kezdjük azzal, hogy egyáltalán hogy érzed magad ebben a férfias fotós világban? Nagyon jól, kivételezett helyzetben érzem magam, sőt, amikor elkezdtem a szakmát, akkor ezt még jobban kikerekedett ebből az egészből, hogy kivételezett helyzetben voltam, mert nagyon sok, akkor még nagyon kevés volt a női fotós, amikor én ezt elkezdtem. Uh-huh. És az, hogy most hogy két fotós, két férfi, két nő vagy vegyes páros, én szerintem ezt az igények döntik el, mert szerintem egy megállapodásnál nem az a fontos, hogy milyen felállásban fotóznak, hanem kivel fotóznak. Uh-huh. Az sokkal fontosabb szempont szerintem. Uh-huh. Tehát hogy a kapcsolat, először alakuljon ki a kapcsolat. Te általában egyedül fotózol, Tamás, szerintem igen, te is. Aha. Ti viszont ketten. Ti miért döntöttetek a kettősség mellett, vagy a páros mellett? Ez úgy alakult igazából, hogy nagyon hasonló volt a stílusunk már, mielőtt elkezdtünk dolgozni, ez ugye föltűnt. Utómunkában is, illetve a meglátásunk is. És ugye egy adta magát, hogy ketten együtt dolgozunk, mivel hogy az utómunkát is két külön részre szoktuk szedni, és később fésüljük össze, de ez egyáltalán sokszor nem tudjuk megmondani, hogy melyiket fotóztam én, melyiket a Szilárd, úgyhogy nálunk ez így nagyon partiban van, ez szerencsés. Meg talán azt mondanám, hogy nem is biztos, hogy az a fontos, hogy férfi vagy női fotós, talán inkább sokkal jobban személyiségfüggő, mint nem függő. De ez ugye kicsit összefoglalja mindezt, amit mondtak többiek is, hogy azért más kollégákkal is már beszélgettem, és a kémia szó többször előjött. Tehát, hogy tök érdekes, hogy egy szolgáltató és egy megrendelő viszonyban a kémia meg kell jelenjen. Sok azért a péknél, meg a hentesnél nincs olyan nagy kémia. Azt kérem, odaadja, aztán megyünk tovább. Mert hihetetlenül intim helyzetekbe kerülünk. Tehát mi ott vagyunk egy készülődésnél, mi ott vagyunk egy apja-lánya, anya-lánya kapcsolatnál, hogy aznap hogy alakul, aznap kiderül, hogy ők milyen kapcsolatban vannak. Mi olyanokat hallunk, amit más egész életében nem hall az ő családjukból. És ebben az intim helyzetben nagyon fontos a kémia, és nagyon fontos a szimpátia. És amikor az intimitást mondod, akkor általában arra gondolok, hogy a mennyasszony, meg a koszorús lányok, meg az anyukák ott készülődnek. Itt férfiként megjelenni nem probléma? Nem engednek be szívesebben egy hölgyet? Ráadásul két fiút beengedni? Hát igazából ez a megjelenés, illetve a habitus
attól függ szerintem, hogy ha látják, hogy téged nem feszélyez ez a szituáció, akkor őket sem feszélyezed ezzel. Engem nem feszélyezne, tehát engem bármikor hívhatok világítani, vagy nem beríteni. Azt téged fotózni a kisbetyával. Nem. A kiegészítőket feladni a menasszonyát. Tehát igazából szerintem, ha látják, hogy olyan a megjelenés, hogy téged ez nem feszélyez, ez egy tök normális dolog, akkor szerintem őket sem feszíti. És ez a tapasztalat, hát most már azért jó pár éve elmögöttünk, jó pár mennyasszonyi készülés is, úgyhogy ebből soha nem volt gond. Illetve hát nyilván nagyon óvatosan mozgunk, próbál az ember nem elefánt lenni a polcán boltba, úgyhogy ezeket be kell tartani. Szuper. Mint mondottam, a jegyespárok most készülnek az esküvőjükre. Hogy gondolkodjanak a veletek együtt a történő közös munkában? Tehát az első kérdésem, hogy körülbelül mondjuk egy esküvőre készülnek körülbelül egy évvel a párral, az egy esküvő előtt egy évvel elkezdenek készülni. Mikor kell titeket megkeresni? Körülbelül. Mikor jönnek a megkeresések? Egy évvel, egy hónappal az esküvő előtt, fél évvel? Mi az általános? Ez változó. Szerintem leginkább a pároktól függ. Tehát nekünk az a tapasztalatunk, hogy azért... Fotós nélkül nincs esküvő, tehát rátok szükség igen, van, igen, az igen. Biztos. Tehát mikor gondoltam? Jó esélye az első szolgáltatók között vagyunk, ugye, akiket lefoglalnak a fotós. Mi azt látjuk azért, hogy két réteg van, aki nagyon erőre tervez, illetve aki szinte lehet, hogy csak fél évvel előtte kezd el akár szervező segítségével tervezni. Ugye nyilván lehet, hogy egy kicsit elfoglaltabbak, más életmusban élnek, de van, aki ugye meg a nagy, régi, nagy álmát valósítja meg, és lehet, hogy ő már két évre előre tervez. Az nyilván nehéz egy kicsit lekötni úgy egy fotós, de ez a két réteg van talán nekünk, ez a tapasztalatunk. Mona? Egy picit hagyd dicsekedjek. Nekem több olyan partnerem is volt, akik miattam szervezték át az esküvőjüket. De volt olyan is, a dátumot hozzád igazították. Igen. És volt olyan is, akivel 6 nappal az esküvőjük előtt szerződtem, mert kiderült a jegyes fotózásnál, hogy a felfogadott fotós nem ütötte meg azt a színvonalat. Aha, ott kiderült a jegyes. Ott rögtön kiderült, úgyhogy szerencséje volt, hogy éppen akkor szabad voltam, ez egy pénteki nap volt, másnap mentem szombaton is. Tamás? Teljesen abszolikus, tehát van olyan, hogy már egy évvel előre van, aki lefoglal. Nekem annál távolabb talán még nem volt most a Covid miatt, igen. De nem jellemző. Nekem ez a december-januári időszak, ami a leginkább, és mindig van még ilyen utolsó beesők tavasszal. Lehet, hogy hasonlók miatt, mint amit Mona említett. Jó, és akkor megtalált titeket a pár, az interneten szimpatikusak vagytok. Hogy indul az együttműködés veletek? Tehát mi a menete? Mondom, olyan párok nézik ezt a műsort, akik az első esküvőkre készülnek, nem tudják, hogy is zajlik egy ilyen. Hát, van egy nulladik típusú találkozó. De jó, én is ugyanígy szoktam hívni. Nulladik, és utána még majd három. Mi sokszor nem is tudunk, hogy egy valamilyen felületen, social médián ugye ránk találnak, végböngészik a képeket, ugye az alapján nyilván hoz egy kvázi egy döntést, vagy legalábbis belekerülünk a Pixisbe, mint lehetséges fotós. Illetve hát ugye utána jön egy áranyátkérés honlapon keresztül általában, tehát hál' Istennek kezdünk leszokni arról, hogy Facebookon kérünk áranyátot, ez egy nem túl jó felület rá, sajnos nehéz kezelni pontosan. Én is ragaszkodok az e-mailhez. Igen, ebből a szempontból is próbáljuk, mert az egy visszakövethető, egy kicsit hivatalosabb is formája legyen meg. Ugye utána pedig hát általában eddig az volt a tapasztalat, egy személyes találkozó, ugye az fent említett kémia miatt az elég fontos, hogy személyesen is beszéljünk, találkozzunk, megvan ez a hangulat, humor, ami kell kettőnk között, vagy illetve hát négyünk között, hogyha ja, igen, ti esetetekben mindenki négyetek. Ott van. De most már egy kicsit beleszorultunk ebbe az online térbe is, tehát nekünk is most több online megbeszélésünk van, ugye próbálunk egy kicsit mi is ahhoz igazodni, amilyen helyzetek vannak. Nem olyan szexi, mint személyesen, de hát nyilván ebben kell dolgoznunk, ami van. És Mona, mi hangzik el egy ilyen találkozó? Miről lehet egy fotós, meg egy jegyes pár, miről tudnak beszélgetni? Hát engem például nagyon érdekel az, hogy ők kicsodák, mivel foglalkoznak. Ez egyszerű kíváncsiság azért, hogy tudjam, hogy velük majd hogy fogok tudni. Tehát nem is a fotózásról beszéltek még? Kezdetben biztos, hogy nem, sőt nagyon sokszor a párjaim, akik leülnek velem szemben egy asztalnál, ők... velük legtöbbször nem is fotózásról, hanem az élet nagy dolgaiból beszélünk, olyan szinten, mintha világéletünkben ismertük volna egymást. És hát nyilván nekem kell egy kicsit terelgetnem a beszélgetést, hogy a későbbiekben rá tudjunk arra is térni, hogy
vannak-e kérdései, kételjeik, van-e olyan dolog, amiben nem biztosak, segítségre szorulnak. Uh-huh. Meg szoktam kérdezni, hogy milyen szolgáltató hiányzik még a tarsolyból, és segítem nekik a szervezést ilyen formán. Uh-huh. Tomi, ehhez csatlakozom. Amikor így leülsz egy párral, és így rögtön elkezdtek úgy beszélgetni, mint hogyha évek óta ismernétek egymást, az tényleg egy olyan érzés, hogy wow, hogy kik ezek honnan, uh-huh. most ez hogy történik. Szinte a fotózás már másodlagos. Mert ott igen, és akkor nem mínuszból indulunk. Az azért biztos, hogy utána jön ez a képeket még. Tehát akkor tudsz megmutatni még sokkal több képet, mint ami a portfóliódban elérhető. Akkor szoktak például megnézni teljes esküvőket, ami rémesen unalmas másnak a 600-700 képből álló esküvőit végignézni, de onnantól érzi magát biztonság, hogy én nem csak mutogattam neki gonoszul pár jó képemet, hanem egy teljes sorozatot végignézhetett, és akkor látja, hogy jó, hát ez elejétől végéig ilyen. Amikor ezek a találkozók élőben zajlanak, akkor fotókönyvet visztek, vagy laptopot, és a kérdésem, hogyha ez online, akkor ott az hogy történik? Igen, pont ez a baj, az én bajom, igazából az online, például mi nagyon fotókönyvpártiak vagyunk, bár én koromnál fogva is digitális világban nőttem fel, de nagyon szeretem a kis szagos fotókönyveket, tehát azért azoknak teljesen más a húzása, azt gondolom, tehát minden párunknak készítünk szinte, és az online-nál sajnos ez kimaradt, tehát ez az élmény gyakorlatilag. Ugye egyszer élmény az is, amit más is mond, hogy tényleg, amikor jól tudtok beszélgetni, az felbecsületetlen, tehát akkor már érzed, hogy ez egy jó kapcsolat kezdett, egy jó munkakapcsolat, mm-hmm. hát most ez ilyen lavírozunk, hogy a munkakapcsolat kapcsolat határán, de ez talán nagyon fájó pont, de bízunk benne, hogy ezt nem kell sokáig nélkülöznünk. Uh-huh. Jó, menjünk bele a részletekbe. Jó, megegyeztetek. A fotókönyv lenyűgöző volt, szerződtök, gondolom foglalóztok, most ilyen részletekbe talán nem mennék bele, de az érdekelne nagyon, hogy a napi munka az hogy alakul. Tehát hogy hány, tudom, hogy minden esküvő valamilyen szinten más, hogy mikor kezdődik meg, hogy de mégis mikor érkeztek legelőször, és körülbelül meddig maradtok egy esküvőn. Kezdjünk. Ha jó, kezdjünk. Hát annyira mindig felekedni. Hát ugye ezt már előre fixeljük, hogy mi azon aznap, mikor fogunk érkezni. Ugye ez az óraszámtól is, hogy ugye amit ők lekötnek, illetve hát, hogy megbeszéljük akár a szervezővel vagy a párral, hogy, mm-hmm. hogy mikor van rá szükség. Most mi preferáljuk, ugye, hogy már ahol a smink már kezdődik, mi már ott szoktunk lenni. Nem is mindig fotózzuk maga a sminkelés első perceit, mert nyilván az nem túl izgalmas, vagy túl jó visszaadni, de ugye akkor már a ruha, a gyűrű, a kis asszimiláció, megismerünk ki az örömanyuka, kik a barátnők, azokra egy pár nagyon laza, tök jó képeket lehet ilyenkor lőni a készülődés alkalmával, tehát azok azért azok nagyon személyes képek tudnak lenni. Bocsáss meg, hogy itt megállítalak, és akkor a többieket kérdezem. Hol szeretitek, ha ez a készülődés zajlik? Otthon, a hálószobában, egy szállodai szobában, kint a mezőn? Mondjatok lehetőséget. Szép, tágas helyen. Tágas, világos helyen, igen. Tágas, világos helyen. Fényekben, rendben, hogy rend legyen. Legyen körülöttünk. Hát általában egy szálloda az azért jó lehet, nem? Egy szálloda, egy szoba azért az lehet nagyobb ablakos. Kicsi, azért rendetlenség. Ja, lehet kicsi, mert néha lakosztályt kapnak azért a párok, de... Igen, sokan mondják, hogy túl steril talán egy szálloda, nem személyes, de viszont a végső képeknek sokkal jobban néz ki, hogyha nem vonja el a figyelmet az érzelmekről, a látványról, az, hogy Isten, most nem tudom, van egy piros fű minden a csárga fallal. Uh-huh. Meg hát az utamunkánál is azért nem rossz. Most itt ülünk az Industrial Events-ben, egy kicsit most akkor bújtatott reklám. Itt például gyönyörű, tényleg nagyon szép, bejártuk már Timivel korábban, nagyon szép fényes, tágas terek vannak készülődésnek. Még vőlegény készülődési szoba is van. A mennyasszonyoknak meg azt hiszem 4 másik lehetőség. Oké, megvan a készülődés, Szabolcs ezt már elmondta. Mi következik utána? Kész a mennyasszony. Gyönyörű a sminkje, a haja, a ruhája. Elindulnak az események? Nyilván változó. Én inkább már befejezéshez tennék hozzá, igen. Hogy nyilván előfordulhatnak késések, csúszások. Mindig fel vagyok arra készülve, hogy ha csúszás van, akkor ott tudjak maradni, be tudjam fejezni akkor is a munkát, akkor se legyenek képek hiányában a párok. Uh-huh. De előfordult már olyan is, hogy kérték, hogy maradjak bulizni. Én egy picit még visszamennék a nagy nap menetébe. Nekem örök dilemma, mint esküvő rendező, amikor a párokkal építjük fel a forgatókönyvet, hogy mikor legyen a kreatív fotózás, vagyis
hogy az ifjú pár a templom, mondjuk maradjunk abban, hogy templommal kezdődik az esküvő menete 3 órakor, a templomban lássák-e egymást először? Előtte legyen már a kreatív fotózás, ezzel nem látják meg egymást először, de már túl vagyunk rajta, vagy a templomban lássák meg egymást először, a templom után legyen a kreatív fotózás, aztán megyünk a vacsorára, vagy a kreatív fotózás legyen egy másik napon, az esküvő után 2-3 nappal. Ez 3 verzió. Mit szoktatok mondani a pároknak? Ez az örök, feloldhatatlan dilemma. Nagyon helyes, tök jó. 3 vagyunk. Azt hiszem, ez úgy kezdődik, tehát amikor ugye szépek a fények, akkor a vacsora már elkezdődött. Különböző hónapokban ez ugye mindig máskor van, tehát nyár közepén, gyakorlatilag este 9 körül, 9 után megy le a nap. Hát, hogy akarunk szép naplementés képeket, vagy előtte azokban a fényekbe, vagy ne adj Isten. Akkor szoktátok kiszöktetni a párokat vacsora alatt 8-kor, tudom. Igen, de azt mindannyian tudjuk, hogy akkor kapunk 8 percet. Igen. És közben 4 telefont, hogy visszaérünk-e már. Nekem, bocsáss meg, a végén, most egyre még nem mondom el, nekem, én elmondom, hogy szakmailag, tehát úgy értem, hogy a legjobb minőségű képek készülnek. Tehát minden szempontból a legjobb opció, nekem van egy a fejemben, majd elmondom a végén, de előbb meghallgatlak titeket, 3 vagytok, 3 féle verziót vázoltam fel, mindenki egy biztit meséljen. Nyilván a külön nap neked a, ja, az opció. De most már előtte. Mert az nem zavarja a te munkádat. Akkor most vágjuk ki, kezdjük újra. Nem. Ennyi, nyilvánvalóan neked az az érdeket, hogy a pár mindig ott legyen, és a vendégek is mindig ott legyen. Kis de azt nem erősíted meg, hogy ebből lesz a legjobb anyag? Ezt nem, senkire nem húzhatod ezt rá. Tehát van olyan ember, aki egyszerűen azt mondja, hogy nem szeret. Neki az a napja van, ő azt a napot szánja rá, ruhába, sminkbe, lélekbe, pénzbe, akármibe, és ő nem fog másnap fotózni. Vele nem tudsz mit csinálni. Semmi gond, és persze. Én is akkor mi a második legjobb opció, ha nem ez? A második legjobb opció az, hogy minél többször fotózunk. Én próbálok egyet a készülődés végén egy kicsit elcsípünk onnan, akkor még a szertartás után egy kicsit, és hogyha van idő és lehetőség valóban a szép fényekbe még egyszer kimenni, akkor az marha jó, ez a legritkább. De ha az elmarad, akkor ugye előtte már legalább készültek képek, és a végén megmutathatom, és mondjuk, hogy na ezért menjünk még egy külön napon is. Bármit, hol volna? Szerintem a kollégák nagyjából mindent elmondtak, én csak annyival engészíteném ki, hogy mindenben meg lehet találni a legjobb megoldást, és minden helyzetben lehet valamihez alkalmazkodni. Jó, akkor mesélj egy picit az esküvő előtti időszakról. Van ez az e-session, ez az engagementnek a rövidítése, vagy ez igen, a jegyes fotózás? Aha, e-session, mert én csak mérleg így hallom napi szinten. Az a mi újság, az kérik a párok mostanában, az miért jó, miért előnyös? Miért előnyös? Picit jobban összekovácsol bennünket. Uh-huh. Ők látják azt, hogy hogy dolgozom, mire számíthatnak az adott napon, én látom őket, mennyire lehet bevonni a fotózásba, ki tudom szűrni azt, hogy melyik profiljuk a jobb. Ez még civil ruhában történik, civil ugye? Ruhában, nem mennyasszonyi ruhában. Igen. Vagy van jegyes fotózás mennyasszonyi ruhában az esküvő előtt is? Olyan az, azért. Ez kreatív fotózás. Vagy kreatív, csak azért nem más a neve, de... De hogy kreatív fotózás szokott lenni előtte is, előző nap mondjuk volt, akár? Volt már ilyen is? Azt miért választják a párok? Igények. Ez a kisebb százalék talán, aki előtte. Igen, hát mert azt akkor meglátja, hát akkor inkább utána egy másik napon, mert az egy másik napi fotózás, csak éppen előtte. De ez sem mindenki előtte. És a ruha megsérül, Olyan már volt, igen. Olyan már volt. Esküvő előtt. Összekoszoltuk egy kicsit a ruhát. Szuper, na akkor egy kényesebb téma, és nem kell, hogy konkrét összegek elhangozzanak, de azért valamit iránymutatást adjunk a pároknak, hogy manapság főleg ti ketten vagytok, akkor 2-szer annyiba kerültök, mint a Tamás meg a Mona, nem tudom, majd megbeszéljük. Tehát valami iránymutatás, hogy körülbelül mennyibe kerül egy esküvői fotós szolgáltatás, egy valami tolig árban, és hogy abban mi tartozik bele. Szabolcs, kezdem. Kezdem én talán, kezdem. Mi vagyunk így a speciálisabb eset. Nálunk ugye van egy basic, egy alapcsomag, ami gyakorlatilag arra biztos mindenkinek szüksége van, ez egy 8 órás rendelkezésre állás. Ugye mi ketten, mint professzionális fotósok, 600 állított darab kép, ugye ez minden utómunkázat, most minden nem fog felsorolni. Nem. Tehát van egy alapcsomag, ez közel 500 000 forint, és akkor ehhez lehet hozzápakolászni ugye azokat, amik a jegyes fotó, a széndészlátsó, a különnapi kreatív, plusz óradi, és ugye ebből épül föl annak függvényében, hogy kinek mire van szüksége, hogy az ő napján ugye ránk meddig van szükség, vagy mettől meddig van szükség, meg amit mondtál is, hogy jegyes fotóra van-e igény, ezt amúgy mi is támogatjuk a jegyes fotót, mert például a vőlegényeknek sokat segít. Ők is összesimulnak, mert ezek nem modell emberek, ugye ezek hétköznapi emberek, nekik is meg kell szokni, hogy őket fotózzák.
Nektek meg, hogy ti fotózzátok őket. Hát igen, és ott az esküvő napján nem rögtön két, mi estünkben két vadidegen ott kamerával, hanem addigra már azért kis humorra össze kovácsolódtunk. Aha, tök jó. Úgyhogy nálunk az így. Honnan állat, hogy zajlik el? Az ára, a díjazás. Hát én azt gondolom erről, hogy az árak azért jelentős mértékben meghatározzák azt, hogy ki az, aki a kamerát tartja a kezében. Abszolút. Nem tudom, ez tényleg nagyon kényes kérdés. Nem tudnék rá. Tehát mindig vannak kivételek, amik erősítik a szabályt. Én azt gondolom, hogy aki alacsonyabb összegért dolgozik, az valahol elvesz a szolgáltatásnak valamely szegmenséből vagy színvonalából. Uh-huh. És azért ez egy hatalmas felelősség, ugye, mert itt, ahogy mondtátok, már nem lehet megismételni. Ennek egy evolúciója amúgy az árazásnak is szerintem. Tehát egy bizonyos évvel az ember már látja azt, hogy te be tudja magát pozícionálni, hogy mi a reális, amit kérhet. Tehát valóban sem gond, amit mostában nem szeretnek ugye a kollégák, hogy vannak nagyon olcsó fotósok, tehát valakinek mindent el kell kezdenie valahol, de az a fontos nyilván magunk miatt is, meg a szakma miatt is, hogy ezeket tessék építeni, tehát hogy ahogy jön a tapasztalat, jön a tudás, akkor ugye az árazást, a cuccokat is ugye úgy vásárolja hozzá az ember, tehát ezeket lehet építeni, és ez kell is. Hát igen, nektek rengeteg pénz áll a technikában. Tamás, mit ehhez a díjazáshoz, valamit hozzászólnál-e? Azon gondolkoztam, hogy azt meg tudjuk-e határozni így hárman, meghatározhatjuk-e hárman, hogy mi az az alsó határ, aminél azt mondjuk, hogy ott már érdemes jobban megnézni. Persze ott is van kivétel, hát én nem akarok mindenkit ledarálni, aki az a bizonyos összeg alatt dolgozik, mert vannak hihetetlen tehetségek, akik be akarnak törni, és akik a portfóliójukat el akarják készíteni, és akkor annak ez az ára, annak ez a menete. De ez az evolúciós rész. De aki a biztonságra megy, annak valóban ez a bizonyos határ fölé kell mennie, amit nem tudom, hogy meg tudunk-e mi határozni itt hárman, meg jó-e az, hogyha ezt mi meghatározunk, de mindenképp, tehát itt a magasabb ár az általában drágább felszerelést, nagyobb tapasztalatot, nem tudom, talán nagyobb kreativitást jelent. És a tapasztalat itt elképesztően sokat számít. Azért számít elképesztően sokat, mert ez az egy nap van, és nincs másik. És te ott vagy jól csináltad, vagy nem. Ha nem csináltad jól, akkor nincs pótnap, eső nap. Hát tényleg most ebben a pillanatban kérdés az eszembe, a kártyára ugye lementitek a fotókat. Hát tönkre mehet egy kártya. Ha vadi újat vettél, még az is. Hát mondjuk itt jön be az, hogy ugye ki milyen felszereléssel dolgozik. Tehát a napjainkban már alapnak számítana, olyan gépekkel dolgozunk, amik kapásból két kártyára rögzít párhuzamosan. Aszta. Most az alsó szegmensben... Ez egy alap, ez egy igen, teljesen alap. Az alsó árazás, tehát abban a szegmensben ugye pont ezt találod, aki egy kártyára rögzít. Tehát ez csak egy nagyon apró dolgot ragadtunk ki, de tök jó kérdés, mert most hallottam pont egy ilyen történetet, hogy az az egy kártya elszállt, és akkor ugye húha, most mi lesz, ugye nálunk, hogyha egyetlen egy kártya elszáll, mondjuk akkor van három, mert mi ketten vagyunk, de alapvetően tehát két kártya rögzít egy jó gép, amit azért már napjainkban egy jó fotós, de ugye ezt meg kell tudni venni. Tehát mennyi az ár kezdődik. Tudom, hogy összetett a kérdés, de mennyi az árkülönbség mondjuk egy kártyás kamera, meg egy duplája a két kártyás, vagy másfélszeres? Hát duplája minimum, nem tudom, most így az árakat nyilván, duplája két és fél, nem tudom. Jó, egy valamit ne felejtsünk el, ez technikai sport, és a technikai sportban mindig történhet bármi. Persze. Ez egyszerűen benne van a pakliba, ezért van mindenkinél két gép, ezért van a két kártya, a nem tudom hány objektív, hogy ezeket mind kiköszöböljük, de ettől függetlenül történhet bele, sőt, és most gyorsan lekopogom, mert még nem történt. És mindenki kopogja azonnal. De hogy benne van. A repülő is lezuhant, amivel nyaralni megyünk. Igen, hát, hogy ez ilyen. Ezt érdemes tudni, hogy azt szerintem nem szerencsés, ha azt közvetítjük, hogy semmi nem történhet soha. Mert ha igen, akkor azt mondják, hogy de hát azt mondtad, hogy semmi nem történhet soha. Nyilván az a cél, hogy ezt leredukáljuk. Hát nagy százékba ki lehet szűrni, és erre... Igen, amit emberileg te ott ki tudsz szűrni, azt szűr ki. Aha. Egy nagyon gyors, pörgős világban élünk, minden már másnap kerüljön ki. Milyen határidőkkel dolgoztok?
csöpögtettek-e 6-8-10 képet a párnak 1-2-3 napon belül, hogy kitehessék a Facebookra, hogy megy ez nálatok, és aztán amikor átadás van, hogy adtok át egy anyagot, egy pendrive-on, vagy átkülditek bitranszferen, vagy ez hogy zajlik? Hát nálunk a szerződésben 20 munkanap van foglalva, mi ketten készítjük az utómunkát, tehát azért ez lényegesen gyorsítja a folyamaton. Hát az átadás, az általában webgaléria ugye alapvetően, most ez az elterjedt divatos. A pendrive-ot is szoktuk azért mellette preferálni, de a webgalériának meg van az a nagy előnye, hogy ugye gyakorlatilag, ha mi vasárnap este készülünk az anyaggal, az akár vasárnap este is át tudja adni az ember. Ezt sokkal jobb személyesen, most nem akarok megint a speciális helyzetre hivatkozni, hogy most ezt személyesen nem igazán adja át az ember, ugye a vírus helyzet miatt, de alapvetően jó a webgaléria, tehát van létjogosultság, és elég csak egy linket ugye tovább küldeni az esküvőn jelenlévőknek egy jelszóval, ugye, és akkor mindenki látja az összes képet, le tudja tölteni magáról, hogy most ezt a világot élik, ezt nagyon szeretik az emberek. Tök jó. Mona, nálad hogy zajlik ez? Hát szerencsésebb esetben albumot is készítek a párnak, ami nyilván személyes átadáshoz fűződik. Azt gondolom, hogy plusz költség, az nincs benne az alapszolgáltatásban. Az nincs, az plusz költség, de árfüggő vagy csomagfüggő is lehet. De azt nem a képeket. És a nyers képeket meg te is galériában? Én galériában. Jelszóval? Jelszóval, így van, de oda viszont nem a kézképeket töltöm fel, hanem csak bélyegképeket, hogy ők tudják kiválogatni azokat a képeket, ami nekik tetszik, és nem én határozom meg, hogy szerintem mi a jó. Nyilván egy előszűrésen átesik a portfólió, de igazándiból én lehetőséget adok arra, hogy ők válogassák ki a képeket, és ők dönthessék el azt, hogy nekik számukra mi a fontos. Tamás, még? Nekem az jutott a téma kapcsán eszembe, hogy az azonnaliság az majd nagyon kedvelt és fontos dolog lett. Tehát amikor aznap kirakják a telefonnal készült képeket a Facebookra, az kap 500 lájkot. Amikor te átküldöd a képeket 3 hét múlva, 1 hónap múlva, ki mikor, 20-at? Az kap 20-at. Igen. Aztán, és már nem aktuális. És erre, már lezajlott kész. Már egyszer lájkoltam, most már miért lájkoljam még egyszer, de sem jogos. Ennek én próbálok annyiban egy kicsit előre menni, hogy vagy ugye a szénvény, amit te tudom, hogy te nagyon kedvezted. Következő kérdésem, Tom, nem mondasz el. Van egy másik. Komolyan mondom, de tényleg. Van egy másik lehetőség. Én a vacsora közben akkor is, hogyha nincsen szénvény, a vacsora közben a fényképezőgépről a telefonomra át szoktam küldeni egy pár képet. Azt így kicsit megcsinálom, és azonnal elküldöm nekik. Azért, hogy az első kép, az lehetőleg legyen az enyém. Ettől még nem biztos, hogy az enyém lesz, mert lehet, hogy csak azt meg, hogy jaj, de jó, de köszönjük, cuki vagy, de nem rakják ki. De van olyan is, hogy cukik és kirakják. És akkor az enyém lesz az a sok lájkot kapó kép, és nem a valamelyik vendégé. Két dolog jutott eszembe, és aztán jön a same day. Az egyik a logózás, mi újság a logózásra, minden képeteket fellogoztok, vagy adtok nyers képeket. A másik pedig, az munkátok közben, ugye mindenki telefonnal fotóz, hogy mennyire, vagy valaki hoz egy nagy gépet is, hogy ha kerültek konfliktusba azzal, hogy zavarnak az emberek a telefonjukkal meg a géppel, akkor szóltok, vagy a párnak szóltok, vagy ha van szervező ceremoniamester, neki szóltok, jelzitek ezt, hogyha akadályozzák a munkátokat. Vagy azt ott direktben elintézitek az emberrel. Mondjad, Tamás. Ez eléggé szituáció és ember függő szerintem. Igen. Szerintem hozzá kell ehhez szoknom, tehát hogy majd lehet ezzel harcolni, lehet mérgesen nézni, lehet bármit csinálni. Egyszerűen ez ma már hozzátartozik az élethez, hozzátartozik az esküvőhöz, hozzátartozik az emberekhez, hogy mindenki azonnal képet akar csinálni. Én nem. Elfogadom. Én inkább beleveszem, inkább lefotózom azt is a képen, fotóz, és akkor az olyan jó pofa kép lehet, főleg ha egy kisgyerek topog egy telefonnal, és próbál a párról képet csinálni, ez még lehet egy jó téma is. Nem kell ez ellen harcolni. Logó, igen, mondjad. Hát ezen nem morgolódunk, mert ketten vagyunk, úgyhogy az egyikünknek legalább valaki nincs előtte. Aha. De a logóra visszatérve, hát amíg mindig személyesen adtuk át, és pendrive-ra tettük, akkor általában 2 mappa készült. Mindig volt egy logós és egy nem logós. A logóssal annyit tettünk, hogy azt optimalizáltuk, amit a Facebook úgy szeret, tehát ne a Facebook tömörítse, szedje szét a színeket, és akkor ez volt végül is egy picit ilyen marketing erejű, hogy mondtuk, hogy ha tesznek föl social médiába, akkor az ebben a mappából tegyék, és akkor azonban egy nagyon picit diszkrét logó.
Szerintem ennél többet nem nagyon érdemes. Többet nem kérhetünk. Same day slideshow. Először szeretném kérni, hogy valamelyikötök mondja el, mégse én mondjam el a kedves nézőknek, hogy ez mi pontosan. Én imádom, mindig nyomom, és szerintem azért kéne szeretnetek, hogy én ezt nyomom, vagy aki nyomja, mert ez nektek egy instant marketing. De tényleg. És szerintem egy óriási élmény. Én imádom. Hát persze, ha jól sikerül a same day slideshow, néha láttam már gyengébbeket is, de amikor az jól sikerül, az ott nagyot üt. Csináltok egy same day slideshow-t, és mi a véleményetek róla? Alapvetően téged szoktak megkérni esküvőn, hogy mondd el, hogy mi a same day slideshow a felkonferálás, úgyhogy most egy fordított helyzet lesz. Kedves, jó, akkor mondom, jó? Kedvesen, ezt szoktam mondani. Kedves vendégek, hölgyeim és uraim, most pedig jöjjön a mai nap legszebb pillanatai 4-5 percben állóképek formájában. Ez nem lesz, ez nem lesz. Így szokott. Akkor röviden összefoglalva, az aznapi mondjuk vacsoráig készült képekből egy ki mennyit, nem tudom. Általában 80-100 kép, 4-5 percben. Egy ilyen kis slideshow, minimális utómunkával, minimális korrekcióval. Zene alárakva, megcsinálva egy kis filmé. Szeretik a vendégek, tényleg nyilvánvaló a marketing értéke. Én, aki egyedül dolgozom, én ezt egy kicsit nehezebben ugrom meg, nyilván az, aki ketten. Nekem ugye elkezdődik a vacsora után a tánc, nekem abban már bele kell fotóznom, de még nem vagyok kész a színdéllyel, tehát ebből azért van egy kis... És ezt körülbelül a tortánál szoktuk levetíteni 10-11 óra magasságában, tehát igazán a vacsora alatt van 2 órát, hogy valamit összehoz, utána már jönnek a további feladatok, tehát tudom, hogy nem egy könnyű dolog, de pont arra lehet válasz, hogy nagyon gyors a világ. Legalább egy picit már ott az esküvőn megmutatkozz. Igen, kicsikében. Mert a te munkád csak tényleg idővel kerül ki, vagy derül ki, hogy... Hát igen, meg az a baj, hogy egy jó same day slideshow-hoz az egy másfél-két óra, hogy te is mondtad kell. Tehát, hogyha az ember tényleg egy olyan úgy szeretné prezentálni a munkáját ott azon a vásznon, hogy azért arra büszke tudjon lenni, tehát ne csak nyers képeket adjunk át, akkor arra szükség van. Tehát ez a mi esetünkben ugye a szilikén szokott maradni, addig fotóz, és ennek, hát ez kell a másfél-két óra. Ez egy két emberes. Ennél még annyit fűznék hozzá, hogy érdemes egy picit jobban ráfekülni így a technikai vonalra is, tehát hogyha valaki szeretne szénbészlásot az esküvén, mi minden párnak elmondjuk, hogy nyilván, ha egy hotelről van szó, vagy egy konferenciateremről van, egy telepített vászon, az a legszuperebb. Mi szeretnénk mindig a mozi élményt elérni, tehát egy jó hangtechnikára rákötve ugye a videó, zene. Illetve a vászon az ne egy sulis, egyszer egyes vászon legyen, ami ilyen hullámos, hanem tényleg egy jó minőségű, tehát erre egy kicsit föl kell készülni, tehát oké, hogy ezt elvárjuk, hogy legyen ilyen, de akkor ennek ugye meg is kell teremteni a technikai hátterét. Hát a legszerencsésebb, ha a fotós szerintem hoz mindent, mert ő tudja, hogy... De tud a fotós 3-2 méteres vásznat vinni, ami minimum érdemes nézni ezt, de szerintem ezt te is alátámasztod, hogy te is tudod. A persze, a projektor tisztek egyébként? Hogy nem, semmit, tehát mi mindig a technikai dolgokat azt próbáljuk így illeszteni. Ez rettenetesen kiszolgáltatott dolog, tehát nekem már volt olyan same day slide helyi technikával, hogy rossz én kimentem. Én nem akartam látni, megnéz. És azon gondolkozom, hogy most én hazamegyek, hogy már ne találkozzak senkivel, mert borzalmas színe volt az egész. Pont, hogy nem marketing értékelet, hanem hogy lehúzott. Igen. De benne van ez a rizikófaktor, ugye? De saját technikát vinni meg az egy komoly autó kellene, egy méretdal, amivel... az autómat. Értem, hát azért beszélgettünk erről, hogy én azt gondolom, hogy kell lennie egy szintnek, kell lennie egy vonalnak, amikor azt mondod, hogy annál több dolgot már nem hordok magammal, mert nem egy stúdió vagyok, aki visz magával mindent, hanem egy esküvői fotós vagyok, aki annyi cuccal megy, amit mindig föl tud kapni, és mindig el tud vele szaladni. Hát elrepült az idő, közeledik az adás vége egyszerűen. Az utolsó kérdés az egy ilyen könnyed téma lett, de lehet ez is tanulságos. Bármilyen esküvői sztori, ami fotó szempontból emlékezetes számotokra, vagy azért, mert nagyon szuper élmény volt, vagy azért, mert mondom, tanulságos, és a nézők, egyes párok ebből tanulhatnak, hogy hogy kerüljék el ezt a jövőben. Bárki kezdheti. Mindig rád néz. Na Tamás, gyere! Olyan sok van, hogy ilyenkor azt se tudom, hogy hova nyúljak. A legfontosabb, amit én minden párnak elmondok, hogy akik leginkább tehetnek a saját esküvőjük ellen, azok ők maguk. Ha ők úgy élik meg a napot, hogy mindenre ráfeszülnek, és mindent így néznek, hogy jaj, az jó legyen, és valami nem lesz jó, akkor az egész nap el van belerontva. És én erre akarok például egy jó példát mondani arra, például egy jó példát, hogy szertartás előtt szerintem alig fél órával még kreatív fotóztunk, és futott a lány szembe egy mezőn, és a magas sarkujával egyszer csak belelépett a tül
ruhája körül itt ül, nem tudom, micsodának, szoknyának az alsó mondjuk ennyi részébe, és így sarokkal így végig szakította. És tényleg volt még azt hiszem 13 percünk a szertartásig. És tudod, így megállt, megfagyott a levegő, mindenki állt, hogy most mi lesz, és így állt, és így nézte. És akkor néz, vár, mi lesz? És csak azt mondta, hogy ollót. Jól ott a dekoros odaadták, és ő innen föntről ezt az egész tűrészt így végigvárta az aljáig, és azt mondta, hogy ez most így lesz. És én azt gondolom, hogy ezt kell, így kell megélni azt a napot, hogyha így lesz, akkor így lesz, ha úgy lesz, akkor úgy lesz, de úgy lesz jó. Ha egész nap keseregsz, és egész nap azon sírsz, hogy jaj, ez miért ilyen, ez miért olyan, akkor az a nap az nem lesz egy szép és emlékezetes nap. Erre nem lehet felkészülni, mert ő is akkor szembesült ezzel, és ezt ő így reagálta le, de nagyon jó irány. Köszönjük szépen. Más meg így nézte, hogy ez melyik évi modell? Igen. Vissza. Ez egy új. Bekérte, ez hamisítvány. A végsőig egyet tudok érteni Tomival. Nekem egy hirtelen egy áramszünetes eset jutott eszembe. Na. Öttevényben a kastélyban fotóztunk kreatívot, majd átmentünk Győrbe az egyházi szertartásra, de közben Öttevényben leszakadt az ég olyan szinten, hogy a trafóházat házban jöttek ki az elektromos művektől, hogy helyreállítsák az áramszolgáltatást. És amikor visszaértünk és ezt közölte velünk a helyszín, akkor hát volt nagy titogás. Majd az egyik vendégnek a jó voltából sikerült szereznünk valami katonai, de nem vagyok benne biztos, egy aggregátort, ami által a legalapvetőbb áramszolgáltatást úgy helyre tudtuk állítani, majd a zenekar rákezdte Hofitól a kell egy kis áramszünet, és üvöltött mindenki, a menyasszony meg a vőlegény üvöltötte a legjobban. Ott kiszabadult minden feszültség. Igen. Óriási. Szabolcs? Extra sztorikat nem tudok, vagy nem is tudom, ami tanúságú szolgálat, mert nem tudok, de amit viszont én is tudok javasolni, mindenkinek a kezesküvére készül, a szervezést ne vegye egy olyan nyakába, mert tök jó bulinak tűnik, de mindenki vonjon be, ha teheti, akkor egy profit, ha nem, akkor egy ügyes barátnőt, mert a napjára, mire odaérnek az esküvő napjára, addigra ez akkora nyomást lesz rajta, ez a rengeteg apró dolog, amit ugye kézben kell tartani, hogy az viszont rányomja a bélyegét. Ezt már így az évek alatt rengetegszer láttuk mi is, hogy ott a napján mindenki azt mondta, hogy bárcsak lett volna egy esküvő szervezőm. Azt a mindenit. Jó, hát ez lehet egy szuper végszó. Én így esküvő rendezőként abszolút tudok vele azonosulni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk még többet, legyen rengeteg közös esküvőnk. És hát ennyi fér bele mai adásunkba. Hogyha tetszett, akkor kérlek kövessetek minket a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon. Ott megnézhetitek korábbi adásainkat, és majd jövünk új tartalmakkal is, mert ez a csatorna ez nektek jött létre. Nektek, kedves jegyes párok, mert mi veletek vagyunk. Szevasztok!